újraegyesítési törvény e fajta szimbóluma is a nemzeti határok fölötti újraegyesítésének. Egy felemelő és csodálatos pillanatnak lehetünk itt a részesei. Nem csak azok, akik átverték a honosítási okmányaikat, és ebben az értelemben csatlakoztak közjogi szempontból is a magyar nemzet közösségéhez, akik tulajdonképpen nem valamiféle ajándékot kaptak Magyarországtól, hanem visszakapták a jogosítványukat, amit a történelem megpróbált elorozni tőlük. Nem csak új magyar állampolgárokat köszöntöttek március 14-én a csíkszeredai főkonzulátuson. A gyergyószárhegyi Ferenc Ervin Ferenc rendi szerzetest a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. Létre kell hozni itt is a keresztény alapokat. Anélkül nincs jövünk. Európát a keresztény gondolat hozta létre. És most bocsájtom meg a magyarországiaknak, amit december 5-én csinált. Kérennek éljen bárhol a világon, hogy kérje a magyar állampolgárságot, mondta búcsúzóul Szabó Ibolya.